Na, hello mindenkinek! Itt vagyunk, ez esetben nem a konyhában. Így van. Természetben a belvárosban. És mai részben jégkrémeket fogunk kóstolni. Magnum klónokat próbálunk keresni a nagyobb bevásárlóközpontokból. Aztán azt fogjuk megkóstolni. Így van. A célunk egyébként az, hogy megnézzük, hogy tudjuk, hogy a Magnum az egyik legjobban ismert, de mi tudjuk, egyik legdrágább fagyi. És azt akarjuk megnézni ezzel a kis sorozatunkkal, hogy nyilvánvalóan olcsóbb a többi, de hogy annyival rosszabbak is, mint amennyivel olcsóbbak. Mondjuk fel annyiért állunk, az kétszer olyan rossz lesz. Vagy csak fel annyira jó, nem tudom, hogyan kéne ezt, hogyan lett valami kétszer olyan rossz. Meg fogjuk nézni a Pennyt, a Lidl-t, Aldit, Spárt és a Tesco-t. Így van. Szóval az első helyszín a 32-esek terén a Penny Market volt, ott a háttérben arra ott látszik is. Ott vettük az első ilyen a Rios Giant Classic. Kinézetre nagyon úgy néz ki, mint egy Magnum. Csomagolás eléggé ratyi viszont. Hát. De 129 forint. Igen, 129 forint a kis 120 millis cucc. És még a fácsikája is Magnum formája, csak nincs rajta a bélyeg. Olyan miért? Mert ez belül van. Az belül van, az számít igazán. Nem, de Magnum méretű. Magnum illatú. Mi alapján? Körút illatú. Ez a dugó szagát. Leheted a cipőmet. Féleszem, hogy magamat is. Érződik rajta ez a kinkeserves sorbaállás, amit ott megéltünk. Olyan íze van, egy kicsit ilyen kristályos, tehát kicsit olyan érzés van, mintha valamikor már felolvadt volna, és utána megint visszafagyasztották volna, és benne lévő víz egy kicsit egy helyre gyűjt volna össze. De ez valószínűleg csak az ő szállítási hülyeségük volt, de ez nem írom le negatívunként a fagyinál, jégkrémnél, bocsánat. Mányz így a belső puha, azt mondod azért? Nem. Vagy miért? Vízízű? Beleharaptam, és rá tudtam harapni jégkristályokra. Ja. De nem szabadna, hogy legyen benne elmérve. Hát én nem tudom, hogy ebben mi szabadna. Én sose értem még ilyet, nem tudom, hogy minek kéne lenni benne. Lehet, hogy így a jó. Kéne valami tanfolyamra járni, hogy ki érez az ízjegyeket. Van ilyeségként csokoládés bevonattal, 26% a bevonat. Ó, látom. Nem. Ezt érzem. Ez 29. És fél. Ja, most már kevesebb, mert lenyaltam. Szóval, van benne sovány tej, nem úgy, mint te. Cukor. Sűrített tejsavó. Sovány sűrített tej. Megint. Növényi zsír, kókuszból. Kakaóvaj, glükózszirup, kakaómassza, zsíros tejpor, oh yeah, nekünk való. Vízmentes tejzsír. Erre rá kell tűzítem, hogy... Szóval vízmentes tejzsír, és ilyen csodálatos E471, E476. Jó, ez a fagyi nem érdemel több szót. A következő megálló a Lidl volt, ahol találtunk ilyen Ballino Senso akármicsodát. Így van, ez itt nem teljesen igaz, tehát ez már a harmadik megállónk. A második megálló. Mit mondtam el? Hát azt mondtam, hogy második megálló. Mert hát, igen. A második megállónk az igazából... Második sikeres megálló. Igen. Hol voltunk bent? Várjál. Primába. Ott a Corvin Plázába. Igen. A Primába ott kapható... Magnum. Igen. 500 ér. Pont. Szóval, hogy hát most le volt árazva a 89 forintra, egyébként meg 120-ra. Van nyomda, vagyis így. Tényleg van itt a Ballino felirat, hogy mi volt? Az. Na most fog. Fogadom ugyanaz feeling eddig. Nem tudom, mire számítottam. Ennek nem annyira olvadtott a közepe talán. Ezt jól tárolták. Meg mi sem szaroztunk annyit. Ja, most nem kellett sorba állni 100 évig. Igen. Azt hittétek, hogy ennél már nem lehet rosszabb a hangminőség? A vásárcsarnok majd megmutatja. Következő megálló a Fővám téren a vásárcsarnoki Aldi volt. Így van. Nem egy kicsit sötét. Amúgy, hogyha ezt felkapcsol, akkor világos.
Elfogadom. Ó, tiéd szét lett zúzva rendesen. Lol, a tiéd szét lett zúzva rendesen. Potyogok. Semmi. De ennek kicsit más csokja, nem? Egy nagyon kicsit. De ez is inkább a kicsit megolvadt és aztán visszafagyott miatt. De egyébként teljesen ugyanaz a szinten van. Nagyjából. És szeretném kijelenteni, hogy ez 70 forint volt. 70 volt? Igen. 80% tejcsokoládét tartalmaz. De az a neve, hogy vanília jégkrém. Tehát, hogy... De ez most ez a fényhez állítottam. Ó! Ja, de hát cseszed, van egy ilyen nappali megvilágítás konkrétan. És most elkezd vörösödni. Gammasugárzás. Igen. Nem, cseszed, ez nem, ez drágább, ez 120. Na, azért mondom, az nem, tök más volt. Ez Aldi. De ez Aldi. Ez Aldi? Ez Aldiban vagyunk, vagyis hogy voltunk. Hát ott vettél többé egy csomó mindent. De tényleg? Na, 120, akkor mégse. Ja. Vissza az egész. Szanzol, pedig ez... Ki volt írva, hogy le van árazva? Tudod, hogy 100 volt, vagy az a... Nem, nem a... Hát valami más pattogós cukorkás szarra írta, hogy 79... Szép pattogó cukorkák. Na, hát akkor szokásos 119 forintért. Ez egy vaníliás jégkrém. Nem nagyon lehet elrontani. Végül is. Az, hogy széttöröd, baszki. Igen. De ezt nem is mi törtük szét, még nem is a csávból kipakolta jobbra-balra. Ez konkrétan gondolom ilyen ömlesztve érkezik hozzájuk. És... Hát nem tudom, hogy vásárolók összefoglassák. Meg én... Vasmarokkal vagy? Meg én annól, amikor smackleveseket pakoltam, vagy számoltam, nem is tudom, már letároztam, vagy járul feltöltöttem, mindig összetörődöttem, hogy előre valami összetöröm. De az egy jégkrém. Az egy jégkrém, igen. Ez egy smackleves. Már mutatom, mi a front, mert van ilyen furcsa változó fény. Szép ez a villogó tojás itt, mi? Na, ezután a felvétel után egy másnap folytattuk a fagyikóstolást, ugyanis mind a kettőnknek elege lett a vaníliás jégkrémekből. Következő? Következő megálló, közben eltelt egy nap. Igen, semmi baj. Mert rosszul lettünk a rengeteg jégkrémtől. Igen, ez egy dolog, amit nem lehet egy nap alatt befejezni szerintem. Igen, igen. King Classic. Ez valami riválisa lehet a Magnumnak, mert ez 400-390 az Interspárban. Ez ki van mondva, barátom? Hoppá! Valaki már megszürcsölt egy szívószállal. 80 gram? Nem. Ami nem emlékszem, hogy a többi milyen volt, de ez körülbelül akkorának tűnik, mint a többi. Én 120 millire emlékszem, de kb. 80 valamennyi gram. Ja. 80-85. De tényleg vastagabb a csokia. Bontsuk ki, és nézzük meg, mit van. És amúgy az eredeti Magnum. Ebben az Interspárban most le volt árazva 465-re, de egyébként 500-as körezek szerintem. Így van. Hú, ez még nagy. Olcsó picit. Törött. Törött, indeed. A törést azt nem fogom felszámolni a fagyinak a negatívumnak. Ó, márkás a... Ezért. Márkás King, a botja. King, igen. King márkás. Mondjuk ez az Aldi-ban is ilyen volt. Tényleg? Igen, sőt ott belül is az azért felület volt. Ó. Hát én lemaradtam erről valamiért. Nagyon emlékszem. Na nézzük. Nem akarok üzenni, de ez finomabb. Hoppá. Jó, az ennyi a bakker. Így csak ilyen jobb. Tejcsokoládé. 31,8%. 40%-os kakaót tartalmú. Mondjuk akkor azért lehet jó. Lehet. Nem ilyen 200. Horvát. Horvátországban gyertják. A híres horvát jégkrémek. Mint például a King Classic. Még csak a Spárban láttam. Tehát a mai napig azt hittem, hogy ez valami spáros. Én meg most láttam először. Múltkor vettem egyet vaníliás málnásat. Annyira isteni jó volt. Vaníliás már jó hangzik. Jó, mondjuk a belsőjén ez a vanília az ugyanolyan. Csak a csoki nagyon mély más. Ja. Nem tudom, én azt hittem, hogy ez mivel ennyire drágább, ez olyan lesz, mint a
Itt azok az igazi jó vanília fagyik, tudom, amit gombóccal tudsz kapni, de nem. Ja. Nem tudom miért. Lehet, hogy ez a fajta marad meg így. Lehet. Fogalmam. Megvenni és két másodperc ma olvadnak a csokiból. Szóval. Szóval az utolsó megálló Tesco, ahol igazából nem volt olyan vaníliás. Így van, ezért mentásat vettünk. Mentás? Én még életemben nem vettem mentás jégkrémet. Balázs már igen, jégkrémet le is nézett. Fagyit, igen. Ja. De tippek ugyanaz. Kis kutyaszőr? Ott egy haja kezemen. Az ütem belőle jött, mondom, va. Nyilván azt nem fogjuk összehasonlítani semmivel, mivel ez mentás. Habár én még nem érzem a mentát, a csoki viszont ugyanolyan, mint eddig. Mi csinálsz a mentával? Még nem érzem a mentát. Ja. A csoki ez ugyanilyen ízű, mint a többinél. 24%-os kakaó bevonat. Előző 40 volt. Az finomabb is volt a kis csoki terén. Azt a kurva. Kurva jön, nem? Nem tudom, fogkrém. Hát nem rágózni terveztem, vagy fogat mosni. Hát csoklival nekem az nem. Nem szerint az after rated? Nem. Hát Tesco-ban nem volt konkrétan nekik saját, ezen a saját melkes vagyjuk. Ez Tesco-s. Ja, nem volt nekik vaníliás, nem volt nekik csokis. Ja, csak a Magnumból rengeteg. Ja, neki minden Magnum megvan. Pont. Meg az a King, amit az előbb ettünk a Spárba. Uh-huh. Most itt is volt, habár abban is kevés volt, én egy-két darab volt mindegyikből csak. Uh-huh. Besült mindegyikből, tényleg yeah. Két ízt láttam. Tesco az nagyon Magnum párti. Nagyon. Vagy rosszkor jöttünk rossz helyre. Lehet. Meg fogják kérni, hogy ő nálunk a Tesco-ba. A világ minden fagyja kapható. Jó volt, Budaörsön biztos. Ez itt a Újbura Centeri. Visszatértünk. Újra itt vagyunk, tel is zabáltuk magunkat, szinte igen. Már rosszul létig. Egyébként szerintem érdekes lett így a végeredmény, mert én nem tudom, én arra számítottam, hogy jelentős különbség lesz mondjuk egyik-másik között. Semmi különbség semmi. Nem volt, a 120 forintos, a 120 forintos. Igen. Volt, ahol 89 volt, lárazod, de az ugyanaz. Igen, ez annyira furcsa volt számomra, hogy... Az a 400 forintos ott a vége felé, a Spárban. Igen, az, igen. Mondjuk az nem feltétlenül spáros volt. Igen, az a King, igen. Jó volt, de, a csukia. Tehát ez a csokoládéval bevont vanília fagyi pálcikán, ez annyira egyszerű, és annyira nem lehet elrontani, hogy egyik cégre sem sikerült. A különbség az annyi volt, hogy egyiknek a pálcikán volt lugó, a másiknak nem. Igen, egyiknek hosszúkás egyik pálcikán volt, másiknak ilyen törve, kis más, nem, nyelvletörő. Semmi között a cégnek. Semmi. Tehát, hogy srácok, hogyha találtok olcsó magnum formájú, nem magnum fagyit, jégkrémet, nyugodtan vegyétek meg, mert rosszul nem jártak vele. Viszont a Magnum az előnye, hogy sokféle íze van. Így van. Szóval, ha meguntáltak ezt az unalmas vaníliásat, akkor nyilván a mondjuk az a Kingnek is ugyanolyanok vannak, tehát ez így a málnás, pannakottás, málnás feje csak is azok isteni finomak. Ez így van. Tehát a, jó, igaz. Tehát a Magnumnak az a pozitívum, hogy tényleg ott annyiféle cucc közül választhatsz, mandulás bevonat, fehér csokis bevonat, étcsok. Ja, igen. Ez a, nem jut eszembe, mint ja, menta, igen, a mentás. Nem volt vaníliás. Ja, igen, hát az, igen, a Tesco-ban nem próbáltuk ki a Tesco saját vaníliását, mert az nem volt. Amúgy valószínűleg van neki, csak ott nem volt. Mondjuk a mentásnak is csak az elején volt menta íze, utána elfagyott. Egyébként te, igen, tehát nagyon gyorsan hozzá lehetett szokni. Nagyon gyenge íze volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy bár mondtuk, hogy nem hasonlítjuk semmi, ez a Tesco-s volt a leggyenge. Hát elfogyott az íze, amit ígértek a papírján. Így van. Először fogkrém íze volt, aztán visszatért a, de ez egy vaníliás fogyi. Legalábbis nekem van ilyes. De van ilyes fagyi, csak most felfogmosás után. Igen. Tök jó. Így van. Szóval... Ja, ja hát ez a tanulság. Ez a tanulság. Szarjátok le a márkákat, legyetek olcsót is. Igen, nyugodtan vegyétek, igen. Inkább az a tanulság, hogy próbáljátok ki mindent, és ne az, hogy egyféle márkát vesztek kajából. Ez egy nagyon jó tanács egyébként. És ez egyébként a legtöbb kajára igaz. Igen. Mert a legtöbb egyfajta kajából van 8 féle lehetőség. A másik, hogy nincs
két egyforma ember, két egyforma ízlés, tehát ennek a mentás az nem jött be, aztán úgy jött be, hogy elfogyott az íze. Így van. Tehát én nekem meg nagyon bejön szomorú alapból, és amikor elfogyott, akkor meg ilyen Szóval, ja, mindenki kóstolja meg a saját kis fagyi igen világát, hogy mi tetszik neki, mert én például citromos nem szeretem, de úgy hallottam, hogy imádom. Én imádom citromosat. De csak nem mérgődtem rá, hogy én imádom a citromosat. Tehát én nagyon sokáig nem voltam hajlandó megenni, és most meg így, ez mégis szerintem a legjobb. Én meg így múltkor ettem, de ez a csoki, citrom és vanília ilyen egybe volt ilyen izébe, és hát nekem a vanília volt a legjobb abból. A csokit érdekes is utálom. Ó. Túl tömény, hogyha csokis fagyi, tehát hogyha belül lett volna csokis, akkor az úgy... Jó, az még jó volt. Szörnyű tömény lett volna. Azt hittem pórázom be, és így rántja magát. Kény lett, nem? Szóval, ez lenne a tanulságunk. Köszönjük, hogy megnéztek a videót. Így van. És a következő alkalommal visszatérünk, tegyetek jó, sziasztok, hello. Hello, sziasztok, hello.